Stúdiónk vendége Szabóné Gehér Éva, a Cédrusnet családi szolgáltatások vezetője, és Bodor Katalin, Cédrusnet szupernagyi. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Jó estét kívánok! Újraindul Kecskeméten a szupernagyi képzés. Elkapkodták az eddigi cédrusnetes szupernagyikat? Igen, szerencsére elkapkodták az összes nagyinkat, akik elvégezték a tanfolyamot. Hozzám érkeznek be a Cédrusnet irodába a megkeresések, és egy pár hónapja azt vettük észre, hogy nem tudunk segíteni a családoknak, mert nincsen szabad lábon lévő nagyink. Két turnus volt? Két turnus. Hány szupernagyi végzett? 218 szupernagyink volt, de nem csak a családok keresik a szupernagyikat, hanem városi vállalati rendezvényen is részt vesznek, oda is hívják őket segíteni, úgyhogy ez egy komoly piac. Tehát azt tapasztalták, hogy a két turnusban végzett 36 szupernagyi kapacitásai leterheltek, és a másik oldalról, friss nyugdíjas oldalról is tapasztaltak igényt arra, hogy csatlakoznának. A képzésre, igen, hogy szeretnének. Mit tartalmaz ez a képzés? Mit tanulnak a szupernagyik? Hogy keresztelt képzelni? Egyáltalán tanulni kell ezt? Valamilyen szinten tanulni kell. Ez egy 70 órás akkreditált képzés, amiénk, és a hallgatóink nagyon sokrétű képzésben részesülnek, hogy pontosan el tudjam mondani, de leírtam. Tanulnak a gyerekek lelki és fizikai fejlődéséről, önismeretet tanulnak, elsősegélynyújtást, játékismeretet, olyan képzést kapnak és olyan segítséget az oktatóinktól, hogy jobban megértsék a mai szülőket, vállalkozási és informatikai ismereteket tanulnak. 10 alkalmas a képzésünk, ez 5 héten keresztül tart, és a tanfolyam végén egy tanúsítványt kapnak a hallgatók. Katalin, amikor ugye ezt a képzést elvégezte, és aktív gyakorló szupernagyi, hogyan emlékszik vissza? Mi volt az a pont, amikor eldöntötte, hogy ezt kipróbálja, jelentkezik? Milyen volt a képzés? Mit mondana azoknak, akik most esetleg hezitálnak még? Hát a pont az volt, amikor én megláttam a hirdetésüket az interneten, és én ültem még a munkahelyemen. És azt mondtam, hogy nekem itt a jövőm. Tehát én mindig nagyon szerettem a gyerekeket, nyugdíj előtt álltam, a 40 éves munkaviszony után ezt kihasználtam, és már a másodikba tudtam beférni, mert addig még aktívan dolgoztam, és hát a képzés az csodálatos volt. Tehát mint ahogy Évike is mondta, hogy sokféle, sokrétű, szerintem nagyon magas színvonalú, és úgy éreztük magunkat, mintha újra fiatalok lennénk, tehát mintha az iskolapadba ülnénk, de közben mégis fölszabadultan. Voltak gyakorlati bizonyos szituációk is, azt végigjátszottuk, tesztek voltak, tehát én azt mondom, hogy én nagyon jól éreztem magam ott is végig, és hát csodálatos előadókkal, csodálatos ottani csapattal. Igen, biztattak bennünket, szeretnek bennünket, és legalábbis a mi csapatunkban mai napig mi összetartunk. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem ott új barátságok összeültek. Persze, tehát irkálunk egymásnak, találkozunk, beszélgetünk, leülünk egy kávéra, a te gyereked milyen, az enyém milyen. Tapasztalatot cserélnek? Igen, persze, tapasztalatot cserélünk, és nagyon boldogok vagyunk, és virulunk. Tehát én legalábbis, én nekem ez egy csodálatos ajándék. Éva, azt hagyd kérdezzem meg, illetve hát mondjuk el a nézőknek, hogy ez a turnus, ez nem ingyenes, anyagi hozzájárulás kell, mekkora összegű, és ennek tükrében hogy állnak most a jelentkezések? A két éves kísérleti program lezárult, és ennek keretében 2 képzés valósult meg ingyen. Az idei évtől már a hallgatóknak is hozzá kell járulni a képzés díjához, de ez szerintem teljesen természetes, hiszen egy olyan tudást kapnak a kezükbe, amivel pénzt tudnak keresni. De így is még az önkormányzat vállalja a költségek nagyobbik részét. A hallgatóknak 12.500 forint a képzés díja, de kidolgoztunk. Erika nagyon, a programvezetőnk nagyon érzékeny szociálisan, és kidolgoztunk egy részletfizetési lehetőséget is. Tehát akkor ez az önköltség senkit ne riasszon el, mert az kivitelezhető. Ne riasszon el senkit se, és
Hát tulajdonképpen pár nappal a meghirdetés után most úgy állunk, hogy el tudnánk indítani egy csoportot, de még várjuk a jelentkezést. Persze február 5-e a jelentkezési határidő, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket. Tényleg lehet tanulni a szupernagyiságot? Tehát azt említette Katalin, hogy még nyugdíjas se volt, de már eldöntötte, hogy erre a tanfolyamra jelentkezik. Igen, lehet tanulni. Tehát minden előadás más volt. És ebbe tulajdonképpen minket a mostani gyerekekre, a mostani szülőkkel való bánásmódra tanítottak, mert én is fölneveltem egy gyereket, felnőtt gyerekem van. De az más volt, 40 évvel ezelőtt. Tehát itt egészen másképp kell hozzájuk viszonyulni, a gyerekekhez is, a szülőkhöz is megtalálni a hangot, és erre nagyon-nagyon jó volt a képzés, és úgy érzem, hogy ez sikerült mindenkinek, aki nagyiskodik, hogy hasznos, tehát nagyon hasznossá vált számunkra. Meséljen nekem a konkrét tapasztalatokról, tehát miben áll össze most ez a szupernagyi tevékenység? Hogy kell ezt elképzelni? Hát ezt úgy, hogy én januártól kezdtem el dolgozni, ugye megkaptuk, mert kapunk azért egy bizonyítványt is, hogy elvégeztük a tanfolyamot, nagyon szép ünnepélyes keretek között ezt megkaptuk, és akkor én januárba kezdtem, tehát akkor rám írtak, meg hát a Cédrusnetből segítettek, mert Évike volt az, aki hozta nekünk a családokat, mert már ismert bennünket, hogy például én a piciket szeretem. Én nekem az első babám egy 4 hetes Flórika, aki már most 1 éves. Utána jött a másik család, ott az 1 éves, 4 éves, és a harmadiknál ott is az van, hogy 3 éves a kicsi, van egy nagylány, meg most született húsvétkor egy pici. Tehát, és nekem ez a 3 család tulajdonképpen már a családom. Hogy kell ezt elképzelni? Mekkora intenzitást igényel? Tehát mennyire terheli le önt, illetve mennyire megy a szabadidőkárára? Hát végül is ezt meg lehet oldani. Tehát hetente, ma délelőtt is ott voltam Bálintkámnál, mentem 10-re, 12-kor eljöttem, akkor van, amikor megyek mondjuk délelőtt, délután is a másikhoz, de én nem érzem tehernek. Tehát én akkor érzem, hogy elfáradtam, amikor lefekszem és elalszom. És azt említsük meg, ugye, hogy nem csak családoknak segítenek, hanem társadalmi szervezeteknek, rendezvényeknek, cégeknek igen, is, ugye? Igen. Például akkor a mentorházban is Cédrus szupernagyik dolgoznak, amíg tartanak a tornák, fejlesztések, addig kint a testvérekre a nagyik vigyáznak. Igen, bocsánat. Én meg ugye a Szent Család plébániára 2 hetente járok ki este 6-tól 8-ig, ott, amíg a anyukák hát foglalkozáson vannak. Tanulnak? Lélek erősítés, meg minden más, addig ott van általában 6 gyerek, vagy 3 vagy 6, és hát ők már óvodások, de hát tünemények. És ugye ez így segítség, mert akkor persze, a szülő részt tud venni a programokon. Hát így van, mert nem tud mit csinálni, mert ugye jön az óvodából, hozza a másik, bejön vidékről, tehát ez egy nagyon jó szervezett program, és akkor így én ezt bevállaltam, mert nekem hát a szívemhez közel áll a vallás, az egyház, minden, és akkor még ez nagy fontos terület. Én szeretnék egy nagyon fontos kérdést végezetül föltenni, de lehet, hogy egybe fog esni. A jelentkezés feltételeiről mit kell tudni? A jelentkezés feltételei minden kecskeméti polgár, akár férfi, akár nő, 50 év feletti jelentkezhet a képzésünkre. Egy e-mail címet szeretnénk kérni, arra elküldünk egy jelentkezési lapot, és utána egy személyes megbeszélés, vagy beszélgetésre bejön, meghallgatjuk, és úgy döntünk a felvételre. Hova kell írni? Ki is írtuk Facebook a képernyő oldalra, alján, ugye az igen, ő honlapját, meg a Facebook oldalra. Tehát a cédrusnet.hu, könnyű igen, megjegyezni, és igen, ott mindent megtalálnak, igen, ugye? Vagy pedig bejön a Kápolna utca 24 számba. Nagyon jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. További sok sikert. Köszönjük szépen.